A jóban-rosszban színésznője nemrégiben hozta világra első kisfiát. Bendit szerencsére bőségesen tudja anya tejjel táplálni, amit szerinte a férjének köszönhet. Mint megírtuk, a Jóban-rosszban című sorozat színésznője karácsony előtt néhány nappal, december 21-én hozta világra első gyermekét, aki a Bende nevet kapta. Sallai Nóra, aki a TV2 sorozatában Mónika nővérét alakítja a telenovellának, mesélt a szülésről, elárulva, az összehúzódások alatt még aludni is tudott. Annak pedig nagyon örült, hogy miután világra jött a kisfia, egyből bőségesen tudta anya tejjel táplálni a csöpséget. Amint a férjem barátai megtudták, mi történt, azt mondták, tejfakasztó bulit kell tartani. A párom bent aludt velem a kórházban, reggel pedig hazament. Egész nap mellettem volt a baba, egyik alkalommal, amikor a mellemre tettem, a másikból elkezdett csöpögni valami. Először azt hittem, léttem vagy leittam magam, mert eléggé suta voltam a terhesség során, de kiderült, hogy megindult a tejem a tejfakasztó buli ideje alatt. Írtam egy SMS-t a férjemnek, nem tudom, hogy mit csináltatok, de abba ne hagyjátok. Mesélte a telenovellának Sallai Nóra.